Összehívja az osztrák császár törvénytelenül a magyar parlamentet, és összevész gróf Teleki László gróf, és Teleki Pálnak a vér szerinti fölmenője, az egyik széki Teleki család, nem részletezem, és deák összevesznek, hogy feliratot küldjenek az osztrák császárnak, vagy határozatot. Ugyanis az osztrák Ferenc József nincs királlyá koronázva, és azt mondja a Teleki László gróf, ez egy kemény kossuthista radikális ercrebel kutya, ahogy az osztrák sajtónak nevezik, főlázadó kutya, azt mondja, hogy ne feliratot írjunk, mert a főnöknek ír az ember feliratot, az uralk a saját királyának. Na de ez a Habsburgi ember, ez nem a királyunk, ez az osztrák császárnak a császára, mi közünk hozzá, semmi. És hogy határozat legyen, és a nagy vita elején, előtte hajnalba a Teleki László grófnak egy pisztolygolyó röpül a fejébe. Én elolvastam a rá vonatkozó orvosi jelentéseket, és az akkori orvosok megállapították, hogy nem lehetett úgy tartani a hosszú csövű pisztolyt, hogy úgy menjen bele a golyó, meg ki, ahogy az volt. Tehát valószínűleg politikai gyilkosság történt, és ekkor a nagy vita partnere, Deák Ferenc végül is elírja azt, hogy kiesik a fő ellenség, ellenfele, bocsánat, nem ellenségek voltak, politikai ellenfele, és határozatot ír, ez az első határozati javaslat, 1861 tavaszán. Az osztrák császár választ ír rá, és semmit nem fogad el abból, amit a Deák Ferenc akar. Tehát, hogy a közösségi rendszert létre kell hozni, egyezzen ki a két ország, ők más volt az elképzelése akkor még a Ferenc Józsefnek, bár katonailag tönkre, Ripityára volt verve Ausztria. És akkor a Deák Ferenc ír egy olyan körülbelül 2-3 óra hosszan elmondható beszédet. És hát ugye mindig fáj az öreg Deáknak a dereka, és megkéri egy fiatal újságíró, egy képviselőtársat, hogy olvassa fel a beszédet, és a végén átveszi a szót, és felolvassa a következőt. Ez a szerintem a 19. század legszebb politikai beszéde. Biztos vagyok benne, hogy önök közül többen ismerik. Ez az alaphangja az előadásomnak, azt mondja. Deák. 1861. augusztus 8, ugye? Augusztus 8. Lehet, hogy nehéz idők következnek ismét hazánkra, de a megszegett polgári kötelesség árán azokat megváltanunk nem szabad. Az ország alkotmányos szabadsága nem oly sajátunk, melyről szabadon rendelkezhetnénk. Hitünkre bízta a nemzet, annak hű megőrzését, s mi, képviselők, felelősek vagyunk a haza, s ön lelkiismeretünk előtt. Parlamenti jegyző zárójelbe odért, hogy közhelyeslés, tehát kezdődik az egyetértés vele. Ha tűrni kell, tűrni fog a nemzet, hogy megmentse az utókornak azon alkotmányos szabadságot, melyet őseitől öröklött. Tűrni fog csüggedés nélkül, mint ősei tűrtek és szenvedtek, hogy megvédhessék az ország jogait, mert amit erő és hatalom elvesz, az idő és kedvező szerencse ismét visszahozhatják. Zárójel, tessék figyelni, mit ír a parlamenti jegyző. Óriási zajban kitörő közhelyeslés, viharos köztetszés és hosszas éjjenzés, Deák folytatja, de miről a nemzet, félve a szenvedésektől, önmaga lemondott, annak visszaszerzése mindig nehéz és mindig kétséges. Tűrni fog a nemzet, remélve a szebb jövendőt, s bízva ügyének igazságában.